A Borsodabói Zemplén megyei önkormányzat a második Rákóczi Ferenc emlékév keretében a nagyságos vezérlő fejedelem születésének 343. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget március 27-én a megyeháza termében Miskolcon. Az összejövetelen Ringer István tárogatón adott elő kurucnótákat, amelyet nagy figyelemmel hallgatott végig a nagy közönség. Majd Kovács János megyei főjegyző köszöntötte a megjelent vendégeket, aki szólt arról, hogy az emlékév előkészítése és a programterv megvalósítása érdekében szoros együttműködést kell kialakítani a fejedelem életéhez köthető megyék közigazgatási résztvevőivel. Második Rákóczi Ferenc iránti elkötelezettség tiszteleteként alapította a Borsodabói Zemplén megyei önkormányzat közgyűlése megyei kitüntetésként a Rákóczi lánc Szíjat, amelyet az a személy érdemelhet ki, aki hosszú éveken keresztül eredményes munkát és kimagasló tevékenységet mutat fel. Ebből az igazán nívós kitüntetésből évente egy adományozható. A köszöntő után Török Dezső a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a teremben helyet foglalókat, aki idézettel kezdte ünnepi beszédét. Szegénység és belülről jövő hit jellemezte második Rákóczi Ferencet élete során, amely 343 éve 1876. március 27-re Zemplén vármegyéhez tartozó Borsi Várkastéban kezdődött el. Nagy volt az öröm Magyarország egyik legnagyobb főúri családjában, ugyanis édesapja, első Rákóczi Ferenc, Sáros Vármegye örökös főispánja, Ézrinyi Ilona Frigyéből már született egy fiú, György, aki ezután feleségül ment Tököli Imréhez, a szegény legényekből lett katonák fejedelméhez. Az utolsó bástya Munkácsvára volt, amelyet Zrinyi Ilona védett. Vele volt fia is, aki gyermekkori éveit jó részt borsodabózzá megyében, a Regéci várban töltötte. A félország úgy tekintett rá már fiatal korában, mint a magyar szabadság letéteményesére. Ennek az elvárásnak eleget is tett, hiszen 1703. június 16-án Vereckénél Magyarország földjére lépett, Istennel a hazáért és a szabadságért. Ez a jelmondat meghatározta második Rákóczi Ferenc további mindennapjait. A rendek Magyarország fejedelmévé választották, 315. évfordulója előtti tisztelgésként pedig az országgyűlés második Rákóczi Ferenc emlékévé nyilvánította 2019-et. A megyei önkormányzat büszke második Rákóczi Ferencre, a magyar történelem egyik kiemelkedő jelentőségű államférfiára, aki sosem tagadta meg hitét, hazáját és a magyar szabadság eszméjét. Az elnök hozzátette tisztelettel adóznak emléke előtt azzal, hogy július 16-át választották megyenappá. Az ünnepi gondolatokat követően Tóth Tamás, Adi Endre, Véncsavargó művét szavalta el. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy közösen emlékeznek meg idén Rákóczi fejedelemről. A szónok ünnepi beszédében a nagyságos fejedelem életútját mutatta be a résztvevőknek. A keresztény világ népeiért kiáltványában harcát a magyar nemzet jogainak a védelmében és a szabadság kivívásával igazolta. A szónok olyan szavakat idézett fel, amik ma is biztos pontot adnak ebben a Kárpát-medencei politikai kavalkádban. Ezek a gondolatok pontos iránytűt jelentenek több mint 300 év múltán is mindenkinek. Hozzátette tiszteletet érdemel nem csak az a hősiesség, amiért Rákóczi küzdött, hanem az a belső értékrend is, ami jellemezte. A tenni akarás vágya tehát ismét győzelmet aratott. Rákóczi Ferenc emlékével ma is felépíthetünk egy olyan együttműködést, amely egyszerre fejezi ki elkötelezettségünket, hazánk szabadsága és függetlenség. Iránt. A megemlékező gondolatok után Gyulai Éva történész múzeológus előadását tekintették meg a résztvevők, aki Rákóczi vármegyét hozta még közelebb mindenkihez.